Bosszankodhatnak az autósok, hiszen az utóbbi időben szinte folyamatosan drágulást lehetett tapasztalni a kutakon. A rekordinfláció óta minden többe kerül, nem kivétel ez alól a benzin és a gázolaj sem. Az elmúlt napokban pedig jelentősen emelkedett a nemzetközi piacon az olaj ára is. Egy hét alatt 4 dolláros hordonkénti drágulást tapasztaltak. Ráadásul a forint sem erős a dollárral szemben. Ezért hol kisebb, hol nagyobb léptékű, de szinte folyamatos az áremelkedés. Ez pedig sok autóst arra késztet, hogy jobban átgondolja, mikor és mennyit tankol. A liter eladásoknak a csökkenését a benzinkutak folyamatosan megerősítik számunkra. Nem ritka a 20-30, de akár a 40%-os visszaesés is az elmúlt negyedévet tekintve. Tehát ilyen szempontból látszik, hogy mindenki próbál tudatosabban költeni, autózni, és akár kényszerűségből is letenni az autót, és más egyéb alternatív közlekedési módszereket választani. Nyilván nagyvárosokon belül ezek akár rollerekkel, tömegközlekedéssel nagyon könnyen megoldható, és azért annak a fellendülése egyértelműen látszik, de ha a tömegközlekedést vidéken nézzük, akkor a vármegye bérletek is egyre népszerűbbek, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy igen, drága már manapság az autózás, és ilyen szempontból ez a kutak forgalmában is maximálisan megjelenik. A benzinkutaknak az idei évben a költségszerkezet az tovább emelkedett, hiszen egy újabb adóteher kifizetésére kényszerülnek. Itt a különadó mérték megemelkedése azért idéntől már jelentősen mutatkozik az ő költségeikbe, és így a kiskereskedelmi árakban is. Úgyhogy ilyen szempontból a kisebb forgalomhoz mérten kénytelenek egy kicsit magasabb áréssel dolgozni, de ez csak és kizárólag azért van, mert a fizetni valójuk is jóval több. A szakértők azonban úgy gondolják, ez nem jelenti azt, hogy bezárnának a kisebb kutak. Helyette próbálnak költséget csökkenteni, akár azzal, hogy alkalmazottakat bocsájtanak el, és átállnak egy automata üzemmódra. Ezt pedig a lakosság is elfogadja lassan, és megtanulják használni a rendszert. De úgy tűnik, továbbra is csak 650 forint körül tudnak tankolni. A bideni kormányzatnak a célja az, hogy alacsonyan tartsa a hazai üzemanyagárait, amihez egy alacsonyabb olajár is társul. Ezt jelenleg nem tudják nyomásgyakorlással úgymond kivitelezni, leginkább azért, mert az OPEC országok továbbra is termeléscsökkentésben vannak, tehát a kínálati oldalt azt próbálják szűkíteni. És a mostani olajáremelkedésnek leginkább az az oka, hogy olyan pozitív hírek érkeztek Kínából, hogy a gazdasági lassulás az megállni látszik, és inkább a növekedő tendencia várható, és a piac ilyen szempontból Kína részéről egy komolyabb keresletnövekedésre számít, ami információ bőven elég volt ahhoz, hogy egy lendületet adjon az olajárának. Én azt gondolom, hogy ez az emelkedés ez nem szabad, hogy tartós legyen, és kell, hogy egyfajta csökkenést tapasztaljunk, de ez a 600 és 650 forint körüli átlagár tűnik reálisnak a következő hónapokban. Április 5-től péntektől a benzin esetében bruttó 4, míg a gázolaj esetében bruttó 7 forintos áremelkedéssel kell számolniuk az autósoknak. Míg ez utóbbi átlagára így 652 forint lesz, addig 1 liter benzinért 645 forintot kell fizetni átlagosan.